base. Gonna take y'all to a higher place. Kis herceg, ugye? Ha jól volt, kis herceg. I'm a highway, baby, no need to. Az én méreteim, hogy az 205 centi és 115 kiló. Hát szegény kis helyzet azért szenvedett alattam, de azt gondolom, hogy mivel nem nekem találták ki, és hogyha azt feltételezem, hogy a gyerekek csak fel ennyi kilósat, vagyis mondjuk ilyen 60-ig, 70-ig, akkor szerintem egész jól tudnak megváltozni a városban. Először is ugye minden normális ember félti a gyerekét a motorozástól, ugye, hogy minket is féltettek, én is félteném a gyerekeimet, de én azt gondolom, hogy ezt bátran tudnám neki ajánlani. Ez a motorral szerintem meg lehet tanulni, hogy motorozni, hisz könnyen kezelhető, jó a tengelytáva, jó a féke, hozzászokik az ember, hogy nem csinál meg mindent az ABS helyettünk, hanem azért meg kell tudni állni. Nem olyan erős a motorja, hogy esetleg kiugorjon alóla. Viszont sajnos van olyan erős, és van olyan jó ez a motor, hogy esetleg komoly sérüléseket is lehessen vele szerezni. Amit ugye egyből kiszúrtam, amit minden motoron kiszúrok, hogy a földökre, hogy azért az ülés hossza az mondjuk nekem a megfelelő, az optimális, az kb. Itt lenne. De én azt gondolom, hogy nem 2 méter 1 centi lett volna ezen a motoron motorozni, és akkor talán pontosan elég ez az ülés hosszúság, hogy meg tud őket támasztani. Nem is a gyorsulás miatt, mert akkor el nem tud gyorsulni ez a motor, de hát a biztonságérzet mindenképpen nagyobb, hogyha az ember minél több pontot fogva támasztani.